Már érik a szamóca, idén átlagosnak mondható termés várható a hazai ültetvényeken, valószínűleg nem nő a földi eper ára. Energetikai korszerűsítés, közel 200 millió forintból újul meg a nyírbélteki közösségi ház. Bronzérem Belgrádból, a harmadik helyen végzett Kovács Rihárd az ökölvívó Európa-bajnokságon. Már érik a magyar szamóca, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A szakemberek szerint a virágzás kötődés megfelelő volt az idén, jól lehet az elmúlt napok éjszakai lehűlései okoztak kisebb fagykárosodásokat a szabadföldi ültetvényekben. A hűvös idő visszafogta az állományok fejlődését és az érési folyamatokat. Összességében azonban eddig egészen jók a terméskilátások, a hétvégén pedig visszatér a napos idő. A köznyelvben földi epernek nevezett gyümölcs valójában szamóca, hiszen míg az első az eperfafélék, a második a rózsafélék családjába tartozik. A fűtött fóliás szamóca szürettel már április elején elkezdődött a hazai gyümölcs szezon. Az időjárás függvényében pedig április végén, május elején a szabadföldi ültetvényeken is megkezdődhet a szüret. Magyarországon egy átlagos évben 6-7 ezer tonna szamóca terem. De azért azt látni kell, hogy az elmúlt napokban, különösen a múlt hétvégén azért voltak mérsékelt fagykárok, amelyek a fóliás állományokat nyilvánvalóan nem érintették, ellenben a szabadföldi állományokban okoznak, még ha mérsékelt kárkieséseket is, akkor is redukálni fogják valamelyest a termést. Összességében azonban most is még egy közepes, normális termésre van kilátás. Úgy tűnt egy másfél héttel ezelőttig, hogy egy ilyen szűk kéthetes előnyben van a szezon, olyan értelemben, hogy ennyivel előrébb járunk, mint egy átlagos évben, de azért az elmúlt másfél hét hűvös időjárása megfogta, lefékezte az állományok fejlődését, illetve a gyümölcs érését, így még ha nem is érte magát utól a természet, az a koraiság, ami még egy két hete látszott a szamócában, az kezd eltűnni. Magyarország szamóca fogyasztása durván 10 ezer tonna évente, ebből 6 ezer tonnát tudnak fedezni hazai termelésből. Az import javarésze Spanyolországból és Görögországból származik, melynek fő időszaka április, amikor még drágább a magyar szamóca termesztése. Ennek ára akár kétszerese is lehet az importénak. Mivel egy két hónapos szezonú gyümölcsről van szó, a szamóca piacon nagyon nehéz árakról beszélni. Egy hét alatt is óriási ingadozás mutatkozhat. Egy héten belül az ár eljuthat a mennyországból a pokolba, illetve fordítva is. Ugyanis ha jön egy erős meleg hullám, ami felgyorsítja az érést, összetorlódik az érés, és megjelenik a piacokon pár napon belül egy erős túlkínálat, akkor az nagyon jelentős mértékben leveri az árakat. Ellenben, ha pont egy ellenkező folyamat következik be, a hűvös időszak megfogja a termést, vagy jön egy többnapos csapadékos időszak, amikor nem lehet születelni, vagy a szürke rothadás miatt egyenesen kárba vész a termés, akkor kialakul pár napon belül egy áruhiány a piacokon, akkor felfelé húzza a piac az árakat, vagyis nagyon rövid idő alatt nagyon nagy árkilengések tudnak bekövetkezni pozitív, illetve negatív irányban egyaránt. Éppen ezért azt becsülni, hogy a tavalyihoz képest milyen lesz a szamóca ára, nagyon nehéz dolog, ezt gyakorlatilag az időjárás párnapos vagy egyhetes lefutása határozza meg mindig. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nagyjából tavalyi árakra lehet számítani. A szamóca nem utóérő gyümölcs, éppen ezért a magyar, frissen a fogyasztókhoz kerülő áru ízében, állagában, nagyságrendekkel jobb a külföldről, több ezer kilométerről behozottnál. A szamóca fogyasztása rendkívül egészséges. A bogyósokra jellemző magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, C-vitamin tartalma pedig vetekszik a narancséval. A Beregi kört választották Magyarország legjobb kerékpáros túra útvonalának. A Beregi kör a középkor örökségét és ősrégi vulkánok maradványait mutatja be, egy kerékpáros élmény túrára fűzve fel, természetesen a Tisza felső folyásának csodás környezetével együtt. Ötödik alkalommal írták ki az év kerékpárútja pályázatot, és a 11 döntősre összesen több mint 11 ezer szavazat érkezett a kerékpározás szerelmeseitől. A győztes Beregi kör 1743 szavazatot kapott.
Kicserélik a nyílászárókat a nyírbélteki közösségi házon, és napelemeket is telepítenek a tetőre. Az energetikai korszerűsítés közel 200 millió forintból a homlokzat, a padlás és a pincefödém hőszigetelését is tartalmazza. A beruházás időszerű volt, és a tervek szerint a szeptemberi jótékonysági bált már a felújított épületben rendezik meg. Így néz ki most az 1960-as években épült közösségi ház nyírbélteken. A cél az volt, hogy legyen egy hely a közösségnek, ahol méltó módon tudnak rendezvényeket és ünnepségeket tartani. Erre egy 900 négyzetméteres házat építettek, amely akkor az egyik legnagyobb kulturális funkciót ellátó épület volt. A két szint pedig azóta is rendszeresen megtellik élettel. Több száz ember fér bele az alsó szinten. Gyakorlatilag 200 fő, a felső szinten is 150-200 fő elfér. Minden egyes alkalom, ami a közösséget összekovácsolja, mint mondtam, itt szokott a közösségi házunkban megrendezésre kerülni. Itt van a nyugdíjas klubnak a próbája, a népdalkörnek a próbaestje, illetve most vannak a Bécsák, tehát a Bélteki Csajok Egyesület, és ők is egy színdarabot próbálnak, már most második alkalommal, egyet már előadtak, és ők is ott próbálnak. A közösségi ház épülete azonban a hőtechnikai követelményértéket nem teljesíti, az épület falainak hőszigetelő képessége jelenleg nem megfelelő. Ezért időszerű az energetikai korszerűsítése. Maga a megújulás az a külső falak szigetelése, a nyílászárók cseréjét, illetve egy hőszivattyús rendszerű kazánunkat, ami a napelemről fog működni, illetve amellett van még egy másik kazánunk is, amelyik egy úgymond gázkazán, de már ez a nagyon energiatakarékos gázkazán, és még helyet hagytunk egy másik kazán kiépítésére is, az természetesen az saját erőből menne, az pedig egy olyan vegyes tüzelésű kazán lenne, ami fával és esetleg szénnel is fűthető lenne. A munkálatokra a terület és település fejlesztési operatív program plus biztosítja a szükséges, mintegy 189 millió forintos forrást. Az elmúlt uniós ciklusban, amely tavaly ért véget, 5 pályázatban több mint 700 millió forint érkezett az önkormányzat számára, ide nyírbéltekre. Ebből 5 program valósult meg, belvízelvezető rendszer, építés, energetikai felújítás, középületek újultak meg, és több egyéb fontos beruházás. Míg ez a ciklus úgy indult, hogy 3+1 nyertes pályázata van a településnek. Ez a TOP Plus programban valósul meg. 3 pályázat, amely csak bemelegítő véleményem szerint. Még ehhez társult az LRF forrásból egy új bölcsőde építése. Tehát ilyen formán 4 pályázatban 700 millió forint áll rendelkezésre az elkövetkezendő időszakban. Az önkormányzat alapvető célja, hogy a települési infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a nagyközség polgárainak életminőségét. A közösségi ház felújítási munkái április végén kezdődnek, a nyílászárókat már megrendelték. A beruházást ősz elejére szeretnék befejezni, szeptemberre már jótékonysági bált szerveznek az épületbe. Bemutatta polgármester jelöltjét, valamint képviselő jelöltjeit a Fidesz-KDNP Újfehértón. A párt koalíció színeiben Kis Ernő indul a június 9-i választáson, aki programjának összeállítása előtt konzultációt kezdeményezett a helyi lakossággal. Kis Ernő felmérése szerint a legsürgetőbb feladat az egészségügyi szolgáltatás és a belterületi úthálózat fejlesztése, valamint a munkahelyteremtés és a bérlakás program kialakítása lenne. Programunknak a legfontosabb dolgai ugye az egészségügyi ellátás, amiben szeretnénk változtatni, de ahogy a sajtótájékoztatón is mondtam, az Újfehértói utak helyzete egy másik sarokpont, amelyben mindenképpen szeretnénk előrelépni. És ha azt nézzük,
ugye minden korosztálynak szeretnénk a megfelelő dolgokat biztosítani. Tehát így a fiataloknak, akár a szórakozási lehetőségeket, azoknak, akik már családot alapítanak, tehát hogy a maga az életkezdésük egy kicsit egyszerűbb legyen, például egy bérlakásprogrammal, de az időseknek is, akiknek esetleg a gyerekeik más városba, vagy esetleg távolra költöztek, és itt maradtak, tehát nekik is az időskori ellátást megfelelően biztosítani. Tehát úgy gondolom, hogy egy átfogó programot sikerült készítenünk, ahol mindenkire gondolunk. Katonai tiszteletadással egybekötött megemlékezést tartottak a nyíregyházi Bessenyei téren a névadó szobránál. A Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság 1898 óta őrzi a költő emlékét. A koszorúzást követő György napi emlékülés apropója a Bessenyei szobor felállításának 125. és a Városi Zeneiskola létrehozásának 85. évfordulója volt. Katonai tiszteletadás az ország egyetlen egész alakos Bessenyei szobránál. Amellett, hogy a tavaly felújított 125 éves szobrot megáldották és felszentelték, a 126 éves Bessenyei társaságra is emlékeztek. Az 1898-ban megalakult kör elsősorban Bessenyei emlékét ápolja, és fő feladata, hogy közvetítse a kultúrát a vármegyei polgárok számára. Ez a társaság, ez működött egy körülbelül 50 éven át, amikor politikai okokból meg kellett szüntetni. És rendkívül nagy dolog volt, nagy fegyvertény, amikor egy szintén több évtizedes, közel fél évszázados szünet után Bánszky István tanár úr életre hívta újra ezt az egyesületet, ugyanazokkal a célokkal, amikkel korábban alakult, hogy a Bessenyei kultusz mellett a kultúrát ápolja, a kultúrának, a művészeteknek minden ágát, és talán kevesen tudják, hogy nem csak irodalommal foglalkozott és foglalkozik, hanem az irodalomtól a zenéig, a képzőművészettől a tudományokig mindennek teret adott, kiállításokat szervezett, és 10 éven át egy folyóiratot is megjelentetett Szabolcsi Szemle címmel. Bessenyei sokkal több, mint egy régen élt író vagy irodalmi érdekesség. Filozófus volt, akitől a felvilágosodást is származtatják, a nyelvújításban is nagy szerepet játszott, és a Tudományos Akadémia létrehozásának gondolatát is felvetette. Bessenyei Györgynek az emlékezete az sokkal többet jelent a mai korban, mint azt talán sejteni is vélnénk, hiszen ő valóban nagyon sokat tett, nem csak Magyarország a magyar nemzet. Úgymond irodalmi megújulásáért vagy felvilágosodásáért, hanem nagyon sokat tett azért azon a téren is, hogy ő megmutatott, példát mutatott a hazaszeretetből, a haza iránti elkötelezettségből. Tehát ő mind irodalmi téren, mind pedig hazaszeretet terén úgy gondolom, hogy maradandót tett le az asztalra, és ezért nagyon fontos az, hogy az emlékezetét azt minden évben, illetve minden alkalommal, amikor csak tudjuk, akkor tartsuk életben, és adjuk át az utánunk következő nemzedéknek, mert nagyon nagy szükség van azokra a gondolatokra és arra az eszmeiségre, amelyet Bessenyei György képviselt, hiszen ő valóban egy kiváló és egy nagy ember volt, és ez nem csak a termetére igaz, hanem arra az eredményre és arra az eszmeiségre, amit maga után hagyott az utókornak. A koszorúzást követően a hagyományos György napi emlékülést tartotta meg a Bessenyei Társaság. Az ünnepség apropója a Bessenyei szobor felállításának 125, a Városi Zeneiskola létrehozásának 85 éves évfordulója volt. Esz Nagy Tíme a kisvárdai születésű textilszobrász háromdimenziós képeit nézhetik meg azok, akik ellátogatnak a Váci Mihály Kulturális Központ földszinti kiállító termébe. Az alkotások számos belföldi és külföldi kiállításon megörvendeztették már a közönséget. Nyíregyházán a tárlat május 23-áig tekinthető meg. Harmónia, az összhang, a finomság érzékeltetése, melyeket a textúrák kölcsönös játékával, a színek harmóniájával igyekszek megmutatni, vallja a művész.
A kiállítás képeiből árad a finom nőiesség, melyet a művészeti szakgimnázium tanára Szakó Erika és növendékei hivatottak erősíteni gitárjátékukkal. A tárlatot Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg. 4 évvel ezelőtti kiállításhoz képest nagyobbak a munkák, fajsúlyosabbak, tehát azt lehet látni, hogy ezt szabad nekem mondanom kívülállóként, aki a textil művészethez sem ért, mint hogyha egy igen erőteljes fejlődésen ment volna keresztül. Abban mindenféleképpen, hogy bátrabban használja a színeket. És tényleg a színhasználat, hogyha valaki színesebben öltözik, akkor a boldogságot sugallja. Hogyha valaki bejön ide a Váci Művészeti Központban, és szétnéz ezeken a nagy impozáns alkotásokon, akkor szerintem az első benyomása ez lesz. És hogyha utána közel megy és a részleteiben is megnézi, akkor láthatja, hogy valójában ebben óriási munka rejlik, mármint egy képnek a megalkotásában. Tehát a kettő együtt, az elvégzett munka és a közben tapasztalható boldogság látszik ezeken a képeken. Nekem, amikor bejöttem, ez volt az első benyomásom. A Pillanat Varázsa kiállítás vásznai megtalálható nagyon sokféle anyag, amely körülvesz minket. Ha úgy tetszik, ez némileg az újrahasznosítás művészete is, hiszen a textilek, az eltépett kartonpapír vagy a kagylóhéj az alkotó szemének és kezeinek köszönhetően műalkotássá transformálódik. Nagyon sok dolog vesz körül bennünket. Az alkotásaimba ugyanúgy szeretem használni a természetes anyagokat, mint például a kavicsot, tiszai homokot, kagylóhéjat vagy fakérget, mint a mesterséges anyagokat. Legyen az akár egy öv, egy gomb, egy bármilyen üvegdarab, hiszen ezeket remekül lehet kombinálni. Ezek a különböző anyagok struktúrákat, texturákat képezve nagyon érdekes kompozíciót adnak, amit a felragasztás után színekkel egészítem ki és festem meg. A kiállítás május 23-ig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Bronzérmet szerzett Kovács Richárd a belgrádi Európa-bajnokságon. Az NBSC Big Boxing versenyzője 63,5 kilós súlycsoport elődöntőjében pontozásos vereséget szenvedett az orosz Mamedovtól. Így a dobogó 3. fokára állhat fel a vasárnapi eredményhirdetésen. A kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola csapata nyerte a 7. Centrum futszál országos döntőjét. A szakképzési centrumok intézményeinek képviselői Nyírbátorban mérték össze tudásukat. A 2. helyet a budapesti Pogány Frigyes Technikum, a 3. helyet pedig a veszprémi Táncsics Mihály Technikum együttese szerezte meg. A hagyományokhoz híven Nyírbátorban a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Betlen Gábor Technikum Szakképzőiskola és Kollégium tornacsarnokában rendezték meg a sorozat országos döntőjét, amelyen 12 együttes lépett pályára. A közel 120 nevező csapatban a korábbi évekkel ellentétben már igazolt játékosok is szerepelhettek. A szakképzési centrumok rendszerében közel 360 iskola van, és ennek az egyharmada az nevezett a mi rendezvényünkre is, közel 120 iskola képviseletében van most az a 10%, az a 12, aki az országos döntőt vívja. Tehát csupa jó érzés van az emberben, mert már 7. alkalommal láthatjuk vendégül az ország minden tájáról érkező csapatokat. Ugyanaz a hangulat és ugyanaz a baráti együttlét az 7 éve már megtapasztalható, sőt azt kell mondjam, hogy erősödik is. És hát van egy unikum ebben a történetben, mert a győri bercsényisek, a bercsényi ördögök azok eddig minden évben ki tudták arcolni a döntőbe jutást, és ők az a csapat, akire tudunk mutogatni, hogy megéri készülni, megéri az energiabefektetést, mert egy szerintem jó hangulatú 2 nap várja őket itt a egzotikus Távol-Keleten. A szombathelyi csapat 4. alkalommal jutott be a Nyírbátori országos döntőbe, és a legjobb 4 közé jutást tűzte ki célként. A csapatot úgy tartom, hogy egy fekete ló, a miénk. Mint sportember azt tudom mondani, hogy igyekszünk törekedni a lehető legjobbra. Én
Azt szeretném, az már egy jó eredmény lenne, hogyha mondjuk a legjobb négybe bekerülnénk, de természetesen, hogyha olyan eredmény jön neki, hogy 5.-6. hely, akkor se fogunk a tőrünkbe dőlni. Természetesen minden évben gyakorlunk, a csapatból majdnem minden srác igazolt, illetve az iskolába is tulajdonképpen délutánonként szoktunk gyakorolni futszárra, illetve a csapatból több diák van, aki az iskola bajnokságban is benne van, tehát ott is rúgja a labdát. A győri bercsényi ördögök ismerős környezetbe érkeztek, mivel ott voltak valamennyi korábbi országos döntőben. A megyei döntőn is jól szerepeltünk, szoktunk tanárúrral, felkészített tanárúrral gyakorolni edzésen. Vannak különböző variációink, amit már sok ideje begyakoroltunk, és úgy gondolom már jól elsajátítottuk, úgyhogy így készülünk. Általában heti egy mozgással, ahogy össze tud jönni a társaság. Az aranyérmet végül a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképzőiskola csapata szerezte meg. A második helyen a budapesti Pogány Frigyes Technikum együttese végzett, a harmadik helyen pedig a veszprémi Táncsics Mihály Technikum együttese zárta a tornát. Hazai pályán játszik a kisvárdai futballcsapat az NB1 30. fordulójában. Feckó Tamás 11. helyen álló együttese a 2. Fehérvár FC-t fogadja. A mérkőzés vasárnap 15 óra 15 perckor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Zalaegerszeg Puskás Akadémia, Paks Mezőkövesd, DVTK Kecskemét, Debrecen Újpest és MTK Budapest Ferencváros. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A fűtött és fűtetlen fólia sátrakban már érik a magyar szamóca, május elején pedig a szabadföldi ültetvényeken is megkezdődhet a szüret. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe szerint idén átlagosnak mondható termés várható. Hőszigetelést kap a nyírvérteki közösségi ház homlokzata, a padlás és a pincefödém. Kicserélik a nyílászárókat és napelemeket telepítenek. Az energetikai korszerűsítésre a terület és település fejlesztési operatív program biztosítja a szükséges közel 200 millió forintot. Bronzérmet szerzett Kovács Rihárd a belgrádi Európa-bajnokságon. Az NVSC Big Boxing versenyzője a 63,5 kilós súlycsoport elődöntőjében pontozásos vereséget szenvedett az orosz Mamedovtól. Így a dobogó harmadik fokára állhat fel a vasárnapi eredményhirdetésen. Nagy Lajos tanítványa már korábban kiharcolta a párizsi olimpián való szereplésjogát. Április 26-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, legyen szép a hétvégéjük, viszontlátásra! Szombaton napos, gomoly felhős idő várható, néhol előfordulhat kisebb záporeső, a Nyugat-Dunántúlon és az északi középhegységben néhány zivatar is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 20 fok között valószínű. Vasárnap is napos időre számíthatunk, kevés gomoly, illetve fátyol felhővel, csapadék nem várható. Napközben 22 és 24 fokot mérhetünk.